VR-nak volt még egy pár lemaradt meccse, úgyhogy valamivel jobban benne lehetnek. Ugye a Csíkszered a legutóbbi két meccs az a Galac ellen volt a román kupa keretein belül. Előtte egy hete játszottak Erste Liga meccset. Inkább bemegy akkor. Ládai. Skáčkov gól, bemegy farkas lába között, Skáčkov lépett le üres területre, és kapásból szerzi meg a vezetést. Nagyon szépen kapta vissza Skáčkov ezt a passzot a középre. Valószínűleg, hogy meg lesz videózva a gól, mert talán lesz helyzetet videózz itt mellettem. Kis András videóedző, és már ugye kontaktban van Marton Tibivel. Igen, meg fogják challenge-elni. Itt, amit én látok a képernyőn, azt úgy látom, hogy előbb került be a középen az ember, aki belépett a harmadba. Nem adják meg a gólt. Pozsgai, aki inkább becsúszott kapu elé, és hárman parkolnak a kapu előtt. Egy jó lövés kéne, ez pont a kapufát érte. Mindig hat a három, Galoha, Szabó, Schleckmann kérni, most kapja meg ott a keresztpassz, és Szabó! És becsorol! Bemagy, bevédi magának O'Connor, majdnem visszaért, pedig nagyon akrobatikus volt ez a mozdulat, de nem bírta már ezt a nyomást, a Szereda 6-3-ba, így megszerzi a BALHC a vezetést 4 perccel a harmad előtt. Fodor. Megkoréz a Tótót, részeg jön ő. Új, és becsúszik Péter lövőbe. Fodor nagyon szépen csinálta, kihasználta a kaput, takarásnak használta, hogy lelépett közel paszt kérni részek talán. És így Péteren nem maradt ember, és meg tudta kapni, és farkas lába között patogott át a korong a kapuba. Sofron és Dóci találkozása, Durr, Levin, Rutkowski kapáson, és egy passzütőre, és még ott van Sofron, de vissza is gól, Ládai belövi, ezt már nem bírta kivédeni, farkas sem, a hátán feküdt már, tehát az első kipattanó, a második kipattanó után elviszi Sofron a kapu mögül, visszatesz, és Ládai közvetlen közelről az üres kapuba passzol, belövi a sokadik ember előnyét a Csíkszereda, és fordít. 20 másodperc, hogy pontot mentsen. Pontot? Kit érdekel itt már a pont? Nincs is pont. Győzelmet mentsen. A Béa, és még talán így nézd. Jaj, az az ütő! Levinnek az ütője, kisodorja a korongot. És így 3, 2, 1. És meg tudja nyerni a Csíkszereda a hátrányból. Az első rájátszás mérkőzést itt a jégpalotában, és ezzel ellopni a pálya előnyt a BALHC-tól.